Hagyományosnak mondható országos gazdanapot tartottak Galgahévízen, a Kodály Zoltán művöldési házban. Mészáros Vendel, a rendezvény házigazdája elmondta, hogy nagy az érdeklődés ezekre a rendezvényekre, a mostani hétvégén is 137 fő regisztráltatta magát. Sokan érkeztek a környékből, de többen jöttek Egerből, Kecskemétről és a Jászságból is. Tulajdonképpen ez, azért történt ez a gazdaptalálás, hogy itt az emberek, akik itt vannak, ebből tanuljanak, magyarul olyan cégeket hívok, meg olyan termékismertetők vannak itt, amiből lehet tanulni. Nem biztos, hogy ezért ezt meglátják a tévé vagy valahol, ezt csak itt lehet megtalálni. Én is jártam ilyen rendezvényekre, és ott láttam ezt a jelentőséget, hogy ebből lehet tanulni, én is ebből tanultam, és szeretném a többi gazdatársammal megosztani azt, hogy ő is tanuljon ebből. Szóval ez nem úgy van, hogy csak így otthon, az asztalról osszuk a lapokat. Sajnos el kell jönni ilyen rendezvényekre és tanulni. Van amelyiket, úgy vagyok fel, hogy van amelyik nem jó, de akkor azt nem folytatom tovább. De van annyira jó, hogy azt már 6 éve is csinálom. Milyen burgonya típusokat, fajtákat forgalmaz ön, és melyiket ajánlja mondjuk itt a Galga menti talajösszetétel szerint? Hát én most az Agricónak is vagyok a képviselő, mert a többi cégnek is, de itt az Agricónak a fajta sora van szinte kiállítva. 26 fajta, ebből 4-et szerintem nem hoztunk el, az 30 fajta. Amit ajánlok, és bevezettem egy jó pár fajtát, a Fabiola Evoluton, amik újakat, amit ajánlok. A többit az ismerek, a Condor, de hát az már megy kimenőbe megy. A Rocco, Agria még mindig jelentős a sárga fajtába, úgyhogy, de többit is szívesen ajánlom, de el kell beszélni, hogy milyen földbe ültetik, hogy milyen intenzíven kezelik, mert nem biztos, hogy nekik az bejön. Úgyhogy ez velem kell beszélniük meg, hogy ha olyat akarnak, akkor el tudom mondani, hogy hogy kezeljék, és abból is jó burgát termelnek. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy input anyagok nélkül burgonyát termesszenek az emberek? Hát én magam szerint nem bírom elképzelni, akkor tényleg lesz a világon. Persze, hogy ne, a szerves trágya az nagyon kell a területekbe, de sajnos nincs annyi állattartásunk. És ezt valahogy pótolni kell, ez a mikroanyagokkal, baktériumokkal, ezt pótolni kell a földbe valamit, mert enélkül itt burgonyát termelni nem lehet. És azt kell alapul venni, hogy egy burgonya hektáronként, ha teremhet 4-500 mását itt Magyarországon, de ha mi lenne, csak 80-at vagy 60-at teremne, akkor nem tudom, melyik bevásárló szatyorba kerülne burgonya. És ha mindennel így lenne, akkor itt éhénység lenne még Magyarországon is. A rendezvényen Sárec László miniszteri főtanácsadó, a Vidékfejlesztési és Földművelésügyi Minisztérium képviseletében többi közt a magyar gazdaság jövőjéről is beszélt, valamint arról, hogy milyen nagy szükség lenne az állattenyésztésre országunkban. Enélkül nagy mennyiségben kell pótolni a szerves trágya hiányát. Nagyon sok szempontból, miután bizonyos dolgokat már nincs módunkba kontrollálni, csak az innovációra hagyatkozhatunk, tehát az előbb említett termékek, kemikáliák, illetve szerves trágya kiegészítők a jövőben úgy érzem még fontosabb szerepet fognak kapni. Miért mondom ezt? Azért, mert szerves trágyát elsősorban ugye az állatoktól tudunk kapni, és a tárcának is egyik fő célkitűzése, mondhatnám már 2 évtizede fő célkitűzése, hogy a növénytermesztés és állattenyésztés egészséges arányát kb. 50-50%-ot helyreállítsa, ez most 70%-a növénytermesztés javára, nem kis részben azért, mert a növénytermesztés támogatottsága az Európai Uniós pénzekből kedvezőbb, illetve aki állatot tenyészt, nem tud menni nyaralni. Vagy legalábbis sokkal nehezebb a szabadidőt megoldani, egy kötöttebb életformát jelent. Mindazonáltal nagyon fontos, miután ez egy biológiai, természeti egyensúlyhoz vezet, és hát társadalmi egyensúlyhoz is, mivel az állattenyésztés az kézimunka igényes tevékenység. Nos,
Az állattenyésztés kézi munkaigényes, ugyanakkor vízigényes is. Például 1 kg marhahús előállításához 15 000 liter víz kell, míg 1 kg búzához csak 3 000 liter. És miután sokan vagyunk a földön, és sok vizet használunk, ezért az innovációnak főleg a víztakarékos technológiákkal is ki kell terjedni. A szakmai megbeszélésen több cég is képviseltette magát, úgy mint a Bayer Crop Science az inputszereivel, a Keminova cég a talajfertőtlenítő termékeivel, a Profit Kft., akik a növény kondicionálás terén érdekeltek, az Agrobio Kft., az Agromultisektor, valamint az Agrikó Magyarország Kft. A rendezvény fő támogatója, akik többféle burgonya típussal jelentkeztek. Számukra is hasznos volt ez a rendezvény, hiszen így közvetlenül tudnak találkozni a partnerekkel, a termelőkkel, s meg tudják beszélni, ki hogy vélekedik egy-egy szerről, termékről. Hát mezőgazdasági inputanyag kereskedelemmel foglalkozunk, nagy kereskedelemmel, de gyakorlatilag a vetőmagoktól, a szántóföldi vetőmagoktól kezdve műtrágyán, növényvédőszereken keresztül minden olyan anyagot forgalmazunk, illetve kereskedünk vele, amit a mezőgazdasági termelők használnak, illetve termeltetési szerződéseken keresztül vissza is vásárolunk mezőgazdasági termékeket, tehát búzát, kukoricát, napraforgót vissza is vásároljuk a termeltetők, vagy a termelőktől. Gyakorlatilag a Magyarországon, illetve hát szinte az egész világon megtalálható összes olyan növényvédőszer gyártóval szerződéses kapcsolatban vagyunk, akik ez kb. Egy 40-50 céget érint, akik közül a világ legnagyobb cégei is benne vannak, mint a Bayer, aki ma is előadást tartott itt, vagy a BASF, vagy a Syngenta, vagy a Dow, vagy DuPont, tehát sorolhatnám ezeket a cégeket. És hát persze az a kevés magyar gyártó, aki ezen a palettán még megmaradt, azokkal is. Tehát gyakorlatilag vannak olyan évente megjelenő kiadványok, ez a növényvédőszer, évente megjelenő növényvédőszer jegyzék, ami abban a katalógusban található összes terméknek a forgalmazásával foglalkozom gyakorlatilag. Itt azokról a baktérium és gomba készítményekről szeretnék szólni egy pár szót, amit egyébként ugye mióta világ a világa, vagy legalábbis ember az ember azóta van, ha akarjuk, ha nem. Itt a kérdés csak az, hogy ezeket mi használjuk-e a magunk javára, vagy pedig elmegyünk mellette, és azt mondjuk, hogy nem érdekes, ez majd a kémiával megoldjuk. Az utolsó 30 év erre volt jellemző, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt nem sínlette meg a magyar mezőgazdaság. Agrobio, mondom, kizárólag organikus készítmények, tehát élő szervezetekkel foglalkozik, semmilyen kémia nincsen benne. Ezek közül több van olyan, amit önök is, mindig visszafele megy, amit önök közül többen is már használtak. Előbb-utóbb csak megjegyzem, hogy merre kell nyomni, és akkor igen. A növényekről esett már szó. A Horváth Jóska kollégám ugye már említette, hogy azért a talajokat is érdemes lenne jó szemügyre venni, amint termelünk, mert hogy mennyi lesz a termésünk, nagyon sok függ attól, milyen szaporítóanyagot használunk természetesen, milyen a növényvédelem, milyen a tápanyaggazdálkodás, de azért egyet ne felejtsünk el, hogy a termést mégis a talajon, a földön végezzük, és hogy mik az eredményeink, ez nagyban függ attól, hogy ennek milyen a összetétele. És itt az összetétel esetében én itt a biológiai részére gondolok. Tudnilik, ez egy ideális állapot lenne, amit ez a dia mutat, hogy tudnilik, ott fele részben baktériumok kellenének, hogy legyenek, lehetőleg az se lenne baj, ha több. A másik fele rész az lehet, különböző mikroszkópikus gombákról beszélek, mikroszkópikus gombával. Hogyha most valaki hazamegy majd, lemegy a hó, kifordít egy ásonyan földet, aztán megszagolja, mert a kertészet egyetemnek a tanára ezzel szokta kezdeni minden bemutatóját, és azt mondja, fúj, de büdös penész szaga van. Szagolják meg, a legtöbb föld olyan lesz, és ez a baj. Tudnálék, ezek a benne lévő gombák, azok igazából a növénynek semmilyen kárt nem okoznak, tisztázzuk. Csak éppen ugyanazt a vizet meg a tápanyagot használják, mint a növény. Na most gyomírtan is azért gyomírtanak, mert valamelyik gyomnövény csúnya, a csatornamaszlak kifejezetten szép virágja van, mégis kiirtjuk miért, mert elviszi a növény elől a vizet meg a tápanyagot. A talajban ugyanezt történik, csak azt nem látjuk.
Felismertük azt, hogy ahogy múlik az idő, egyre több stresszfaktor jelentkezik az időjárásban, vagy bármilyen mechanikai károkban, és ugye ehhez szükségesek bizonyos új típusú anyagok, mert igényli a piac. És ez az korszerű, ez azt jelenti, hogy egy különleges eljárással gyártja a cég a termékeket, és ezt enzimatikus hidrolízisnek hívják, amely által a fehérjék, illetve azon belül az aminosavak nem roncsolódnak, és így egy stabil szerkezetet tudunk tulajdonképpen ezáltal biztosítani a termékekben, és ezután pedig ugye nyilván a termelésben is. Kiknek ajánlják elsősorban a terméküket? Igazándiból minden egyes termelőnek, aki törekszik arra, hogy minél nagyobb minőségű és hozamfokozó barátként tulajdonképpen tudjon működni sikeresen a termelésben, és ezáltal is a költségeiket pedig csökkenteni. A Profit Kft. Képviselője még azt is elmondta, hogy cégük kifejezetten ügyel a környezetterhelés minimalizálására. Murai György az Agrikó Magyarország Kft. Képviseltében kifejtette, hogy örül ezeknek a gazdanapoknak, hiszen ilyenkor még azokat a termékeiket is be tudják mutatni, amelyek még olyan újak, hogy fajta megnevezést sem kaptak. Hát sok olyan fajtánk van, ami a magyar viszonyokra megfelelő lenne. Mint a mondandóban is említettem, a piros héjú fajták azok, amik még mindig dominálnak Magyarországon. Próbáltunk évek óta sárga héjúakkal is megjelenni, de a mai napig valamiféle rossz értelembe vett hagyomány vagy szokás okán nem igazán tudnak a sárga héjúak érvényesülni. A Fabiolát emelném ki, amelyik az utóbbi évek sikertörténete. 3 év alatt minden évben megdupláztuk a mennyiséget. A Lusza egy új fajtánk szintén, ez egy középkorai kategória, és az Evolution, ami egy nagyon új fajta, tavaly jelentünk meg vele nagyobb mennyiségben, egy kifejezetten korai 90 napos primőr fajtáról van szó. A Galga mente talaj összetételéhez melyiket ajánlaná? A Fabiola az utóbbi évek sikertörténete, mint említettem, és nagyon megfelel az itteni termesztési körülményeknek. A budapesti nagybani piac közelsége szintén indokolja azt, hogy ez a fajta itt teret nyerjen. Különmét tekintve nagyon szép piacos, egyenletes gumókat fejleszt, úgyhogy megkedvelte a piac rövid időn belül. Aki szeretné ezeket a fajtákat jobban szemügyre venni, több információt szerezni róla, az hol teheti meg? 6 regionális képviselő segíti a munkánkat. Itt ebben a körzetben Mészáros Rendelnél, Galgahévízen lehet a fajtáinkat megvásárolni. Kis kiszerelésben is a legkisebb egység az 25 kilós jutazsák, de paletta számra is elérhető. A budapesti irodánkban mi csak kamiontételeket szervezünk, és a helyi képviselőink kisebb kiszerelésben is rendelkezésre állnak. A szakmai tanácskozás tombola sorsolással és vacsorával ért véget. Thank you.